Nagyon fontos az, hogy a Hungarikum falu, tehát egy falu hogyan is tud megjelenni, milyen kínálatot tud tükrözni. Én itt elsősorban kiemelném, tehát a magyar eredeti gulyáslevest, ami szürke marhából készül, magyar zöldségekkel, magyar fűszerpaprikával, és a kilátogató kedves külföldi vendégek, vagy akár a magyar vendégek is. Tehát az első nap is mondhatom azt, hogy fantasztikusan figyelték a készítését, és hát természetesen nagyon sokan meg is kóstolták. Ugye Európa legnagyobb szabadtéri fesztiválján, tehát a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége is, és azon belül tehát a magyar eredeti gulyásleves is tehát megjelenik. Az, hogy itt a Sziget Fesztiválon és a Hungarikum faluban, hogy mi jelen lehetünk, én azt hiszem, tehát ez egy példaértékű. Tehát ahol a statisztika azt mutatja, hogy 95%-ban külföldi fiatalok vesznek részt a fesztiválon, ott igenis tehát kóstolják meg azt a magyar különlegességet, amely világhírű, ez nem más, mint ugye, mint a gulyásleves. Tehát a magyar értékek, az nagyon fontos, hogy az élelmiszer területén is egy kilátogató fesztiválon lévő vendégeket, hogy hogyan tudjunk tehát megkóstoltatni, hogyan tudunk nekik egy kis ízelítőt adni. Ahogy említettem az előbb, a magyar gulyásleves, eredeti magyar gulyáslevest az üstházban készül, tehát látványelemekkel. De hát nagyon fontos az, hogy ami a Sparheten készül, az nem más, mint egy csabai sütnivaló kolbász, vagy egy mini debreceni kolbász ízelítő. Természetesen megfelelően hozzá, tehát a mustár és a kecsep, és ne felejkezzünk el tehát a rétesről. Tehát a rétes, ez egy békési csapóféle rétes, a meggyes, a túrós, az almás és a mákos. Tehát itt ugye, ami egy különlegesség számunkra, hogy megszokott a mákos, kilátogató kedves vendégek többen tehát meg is kérdik, hogy tehát mi az a mák. És arról tehát beszélünk, azt igaz, hogy egy kis baraszlekvárra tehát lazítottuk, húzott rétesből készült, és az is szintén tehát a helyszínen társul. A frissen készített termékek mellett kínálatunkban olyan különlegességek is megjelennek, mint például egy szürke marhából készült snack, vagy egy pulyka sajttal, mondhatjuk azt, hogy gazdagítva, dúsítva olyan snackek, amit a kilátogató kedves fiatalok, hát mondhatjuk azt, hogy 2-3 harapásra tehát elfogyasztanak, de szívesen tehát fogadták a szeletelt termékeket, mint egy dán szalámi, egy csemege szalámi, vagy akár tehát egy paprikás szalámi, ami tetszetős megjelenítésben, én azt hiszem, tehát pont egy ilyen fesztiválhoz, egy ilyen fiatalos fesztiválhoz, tehát nagyon illik is ez a kínálat.